Sziasztok, Dolgi vagyok! Itt is lennék a Life is Strange 4. epizódjának a legeslegelső részével. Ugye az előző részben még a 3. epizódot láthattátok, ami úgy végződött, hogy ugye megváltoztattuk a múltat, és egy olyan ponton változtattuk meg a múltat, ami a jövőre eléggé komoly kihatással van. Ugyanis megmentettük ugye Chloe-nak az apukáját a biztos haláltól, ugye megakadályoztuk azt, hogy autóba üljön aznap, amikor ő meghalt volna autóbalesetben. Viszont ez olyan kihatással lett most a jövőre, amire nem számíthattunk. Ugye úgy végződött az előző rész, hogy Chloe-t megláttuk kerek egy székben, és eddig ez még nem derült ki a játékból, hogy pontosan vele mi történt, valószínűleg ez most kifog, bár egyébként sajnos tudom, hogy mi fog, mert megírták többen is kommentben, és itt szeretném felhívni arra a figyelmeteket, hogy nem segítség, hogyha előre megírjátok, hogy mi történik a játékban, és hogy miért történt úgy, ugyanis én direkt nem nézek végigjátszásokat erről a játékról, direkt nem olvasok utána ennek a játéknak, hogy amit láthattok tőlem, az egy első benyomás legyen, egy úgymond egy első meglepődés, egy első érzelem, amit kivált belőlem a játék, és ha tudom, hogy mi miért történik, akkor igazából csak úgy végigdarálom az egészet, és úgy meg nincs értelme. Úgyhogy kérlek, ne írjátok le, hogy mi fog történni, mert nem segítség. És tényleg arra megyek, hogy az a játék végigjátszás, amit én csinálok, az olyan legyen, hogy amit én először gondolok, és azt fogom mindig cselekedni benne. Mintha én lennék ott ebben a helyzetben. Nem az a célom, hogy mindenki megmeneküljön, hogy mindenkinek a legjobb legyen, hanem a saját döntéseimet akarom végigvinni ezen a játékon. Jó. Hát... eléggé kínos beszélgetésnek tűnik egyébként, egymás szemébe se néznek. Senki nem ír neki, mi vagyunk az egyetlen barátai. Egyébként nagyon-nagyon nehéz lehet az élet így. Nagyon-nagyon nehéz. Nem tud kimozdulni, nem tud ismerkedni, barátkozni. Hát én nem is tudom egyébként, hogy hasonló helyzetben én mit tennék. De egyébként, igen, durva. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. Igen. Nagyon sokan egyébként elkövetik azt a hibát, hogy ugye azokkal az emberekkel, akik valamilyen szinten korlátozottak, mondjuk mozgáskorlátozottak, úgy foglalkoznak velük, mintha a kisgyerekek lennének, pedig felnőtt emberek is, értelmes felnőtt emberek. Csak hát valamilyen szinten akadályozva vannak. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least I'm alive here with you. Hát legalább örülök annak, hogy még életben van. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Williamet hibáztatod? You don't really blame William, do you? For getting me the hybrid I wanted for my sweet 16? No, I blame the asshole who cut me off and sent me into a ditch. Do you remember everything? Hát igen, autóbalesetet szenvedett. Everything in bullet time. Ugye ezt írtátok le többen is. I felt my back snap and... Eltört a gerince. That was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I... teljesen lebénult. Couldn't move a muscle. Nagyon-nagyon durva. I don't know what to say. Don't say anything. Borzasztó dolog egyébként tegy egy autóbaleset. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Rachel, milyen eltűnt lány? What missing girl? I don't know her name. I just read about it in the news. I feel bad for her family. This is... such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Konkrétan tud Rachel haláláról úgy, hogy nem is ismerték egymás, és ugye amíg más volt a jelen, addig konkrétan legjobb barátok voltak. Ne mondd ezt. Don't say that. I'm not trying to bum you out. It just seems like our cutie bae is having a meltdown. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid.
Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe. Teljesen más ember szinte. I'm sorry I haven't been out to see you more. Legalábbis idáig. That was wrong. Nagyon-nagyon sokat megváltoztatok. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. Mondjuk így valószínűleg nem is tartozik annak a srácnak. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy így, hogy... My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold. Hogy mi mozgássérült egyáltalán? Van-e bármi köze ahhoz a férfihoz? None taken. Egyébként nincsen nagyon büdös, hogy ott rohadnak a bálnák a parton, mármint hogy így nem is értem. Miért nem takarítják el őket onnan? Jó, nyilván ez most nem olyan nagy probléma az ő problémájukhoz képest, de elég fura egyébként maga ez a jelenség, hogy kint vannak ott a bálnák a parton. Ott van a világító torony. Hűha! Hát most kb. Szinte egy teljesen új játékot és teljesen új történetet kezd itt ez az egész, mert hát annyira megváltozott minden, hogy én nem is tudom, hogy így mi lesz. Tehát, hogy így most olyan, mintha eddig minden döntésem, amit hoztam volna ebben a játékban, az így semmisé válna. Hát majd meglátjuk, hogy mi az, ami mégsem változott. Biztos van ilyen. Pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Semmi a rokkantsági nyugdíjat, vagy ilyesmit. Right. Hogy ennyire szüleinek kell mindent megtennie. Sometimes I act like a total teenage brat, just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Hát igen, ez tapasztalatok. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I need to get my drink on. Can you bring me some water? Hát akkor hozzunk neki vizet. I still can't believe I put Chloe in that chair. Hát igen, valamilyen szinten ez a mi hibánk. Száj irányított vezérlő. És ez mit tud? Whoa, Chloe can totally control her computer. Ezzel irányítja, so ez az egér. People get this high-tech help. Azt a minden ide durva. Ott a karkötője. There's the old Chloe. Jó, adjunk neki vizet. Drink up, Buttercup. Kifogyott belőle? Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. Mit tud vajon csinálni? Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Mire emlékszel a gyerekkorból? What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Egyébként direkt úgy beszélem, nyilván nem azért, hogy... Tehát ő nem tudja, hogy mi változtattuk meg úgy a múltat, valószínűleg, de direkt úgy beszél, hogy bűntudatunk legyen. Én itt vagyok. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. Hát igen, tehát hogy but előtte se látogattuk őt, ugye túl sokat. Right. Ezzel sajnos nem tudtuk változtatni. Dude, Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Max,
The accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Remélem nem hibáztatja magát. Emiatt ki tudják fizetni? Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Úristen, ez nagyon durva. You're priceless. No pun intended. You're such a geek. That's why I love you. Ilyenkor nem tudnánk felhasználni ezt a pénzt, amit elloptunk, vagy így akkor most el se loptuk azt a pénzt. Practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Igen, ez egyébként tipikus, hogyha valaki filmet akar nézni, akkor biztos, hogy bealszik rajta. Mit lehet csöpögtetni? Vannak zsepik. Használjunk zsepit? Egy rajta használunk zsepit. Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Persze, nem volt érzelgös. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb, a spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. És akkor hogy tudjuk bekapcsolni a tévét? Az a film van benne? Ó, szagos, olyan fiók, Teddy, Maci. So here's the DVD player. Ha jól meg kell találnunk a lemezt, oké. Oh my god. Itt aztán van minden. A kalózerű. Na, és akkor merre van a DVD, amire most szükségünk van? Here's the DVD. Max, it is so cool that you're here again. Na, hát akkor nézzük meg. Nézzük meg ezt a filmet. Hova tudunk leülni mellé? Hoztunk kis széket, jó van. Hát azért ez valószínűleg nem lesz ugyanolyan, mint amikor együtt néztük még kisgyerekkorunkban a filmeket. Érezhetően nem ugyanolyan lesz. Mondjuk azért örülnék, hogyha mi is látnánk valamit ebből a filmből. És egyelőre csak a lányokat látjuk. Hát úgy látszik, akkor átaludtuk az éjszakát. Hol van... Chloe? Ja, ott van, jól van, már megijedtem, hogy nincs itt. Tudott így egyáltalán aludni, hogy föl volt polcolva a nyaka? Vagy átvirasztotta az egész éjszakát? I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me. And Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. Ay, nagyon-nagyon a múltat tudja csak mondani. Mondjuk igen, nyilván csak abba tud kapaszkodni, ami jó emlék. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector? Oh, morphine, what's that? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it. De hát, hogyha szüksége van rá, akkor... Like a pirate, right? I'm on it. Akkor lehet, hogy inkább a szüleinek kellene szólni, nem? Tehát azért jó lenne, hogyha tudnának róla, hogy
megkapja ezt a morfi madagot, hogyha elrejtik előle. Nem kéne szólni az apukájának? Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Ápolószoba. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Jó, okay. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. Akkor szerezzük meg azokat a gyógyszereket, úgy látszik ezzel nem lehetett beszélni. Erről nem lehetett vele beszélni. Victoriától kaptunk üzenetet. Gyere át, esti Chelsea. Max, jók vagyunk, csak úgy elviharoztál néhány és aggódik, ha beszélni akarsz, csörög rám, oké, Szeri. Max, ha dühös vagy, mondd el ki. Csend, szóval ha beszélni akarsz, az ajtó nyitva vársz, szeretlek. Ajjaj. Tényleg ilyen emberekkel barátkoztunk. Tényleg? Ennyire fontos momentum volt az életében, hogy posta. They're drowning in debt just to take care of their daughter. Such bullshit. Tisztelt Mr. and Mrs. Price, a közös számlájukat zároltuk, mivel 6 hónapja tartozásuk van. Kérem, küldjenek csekket vagy utalványt. 3458 000 fizetendő a boldog hitelkártyának. Gondolom ez dollárja. Ajajaj, nagyon-nagyon rosszul állnak anyagilag. Valahogy jó lenne, hogyha tudnánk rajtuk segíteni, mert ez így nagyon-nagyon durva. Itt van vajon? Itt van a régi szobája, ugye? Vagyis hát, ja, itt lenne a szobája. Gondolom ők is úgy készültek, hogy itt lesz majd a szobája, csak aztán lentre költöztették, hogy könnyebben elérjen mindent. Nyilván, de az emeletre föl se tudna jönni. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Húha. Nem tudom, miért akarnánk ide leülni. Mi a levél van? I never heard much about William's brother. Szia, Bill! Ne haragudj, hogy nem beszéltünk a baleset óta. Felhalmozódott a munka, és engem Salt Lake Citybe küldtek, hogy felügyeljek egy új parkolót. Ezekben az időkben oda kell menni, ahol munka van. Bárcsak küldhetnék egy nagyobb összeget, de tudod mi a helyzet, a pénz senkinek se a kedvenc témája. Talán jövő tavasszal találkozhatunk. Plusz puszilom Chloe-t és Joyce-t. Kitartás, Billy. A testvéred Aaron. Ez is olyan tipikus, hogy... Chloe always did love stomping hogy ott vannak a családtagok, tudják, hogy segíteniük kellene, de azért úgy megírják, hogy segítenénk, ha tudnánk, de lehet, hogy egyébként bizonyos esetben tudnának is segíteni, csak nem akarnak. Kedves Joyce, köszönöm, hogy tájékoztatsz Chloe állapotáról, csak elképzelni tudom, milyen lehet keresztül menni ezen neked és Williamnek. Annyira sajnálom, hogy nem tudok anyagilag segíteni neked. Itt is ugyanez, hogy megírják, hogy ilyet tudom, hogy segíteni kéne, de nem tudok, és egyébként pont ismerek is ilyen embert, aki ki van tömve, és segítenie kellene a családtagjain, de nem segít. Mert inkább azt mondja, hogy nincs neki, de egyébként meg láthatóan van, és ez olyan, annyira olyan képmutatás. Nem tudom, hogy itt is ez a helyzet, mert nyilván nem ismerem, de... Na. Oh, Max, it is so nice to have you around. Esetleg te tudod adni a... Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. Azokat a durva nyugtatókat, meg fájdalomcsillapítókat. Morfium, igen, morfium. William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years, after the accident. Beszélgessünk Chloe-ról. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you.
Chloe-nak segítség kell. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and biztos ez is jó drága lehet. Chloe still causes trouble even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak. Ajaj, and she meg fog halni. She... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry. Igen, akkor valószínűleg azért nem aggódnak az, ami lesz velük, hogyha ők már nem lesznek. Every moment with my daughter and my husband. Tudják, hogy meg fog halni, így is. This is what it means to be a family. Ú, ez nagyon durva, most konkrétan a halálba sodortuk. William? I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Ha tudná egyébként, hogy halott lenne a férje. William még mindig ugyanolyan? Is William still the same? After everything that's happened. For better and for worse. But always for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. Sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. Bocsánat egyébként, hogy most nem beszélek sokat, meg nem pörgök, de... I better get back to Chloe now. Igazából ez az egész így megrázó, hogy... You too, honey. Hogy néha szóhoz sem jutok. És valószínűleg ennél még lesz sokkal megrázóbb rész is. De ez egy olyan játék, ami... Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really kommentálni, was. Hogy nyilván nem pörgök és nem fogok vigyorogni végig. RKD még Gerinc gyógyászati központ. Tisztelt Mr. és Mrs. Price. Mint ahogy a múlt héten is beszéltünk, Chloe légzőrendszere gyors lépülést mutat. Ez magyarázat a vérszegénységre és a légzés zavarra. Mint orvos elkötelezett vagyok a jóléte felől, de azt szeretném, hogy megértsék, a légzés elégtelenség gyakori a gerinc sérülteknél. A lányok az egyike a legbátrabb, legerősebb betegeimnek, akik valaha voltak, és büszke vagyok, hogy együtt dolgozhatok vele. Csak azt akarom, hogy önök, mint szülők felkészüljenek minden esetőségre, hiszem, hogy Chloe is tudatában van a változó állapotának. Ha szeretnének erről bővebben beszélgetni, tudják az elérhetőségeimet. A legjobbakat Dr. Anton Fives. Hát akkor most már biztos, hogy meg fog halni. Jaj. Nyissuk ki. Itt vannak a morfiumok. William is trying so hard. He's still awesome. Na, akkor nem itt. Jó, hát mondjuk elég hülyén is néz neki, hogy elkérte, hogy hozzuk el titokba, aztán itt van a anyukája. Akkor gondolom a fürdőszobába tartják. Már csak az maradt. Ugyanis ugye a volt szobája nem. Ide nem lehet bejönni. Szerintem fel tudjuk oltani itt a villanyt. Aha. És itt így egyszerűbb. És gondolom, akkor itt lesz a fiókba. Nothing here. Nem? Akkor szekrénybe. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Hát akkor mégis hol van? Ó, itt is van egy szekrény, jó. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Egyébként ez tényleg borzasztó érzés lehet. Olcsuk le a villanyt, nehogy aztán kiderüljön, hogy itt elhoztuk. Bár valószínűleg úgyis észreveszik, hogy hiányozni fog. Nyilván ezek a gyógyszerek olyan gyógyszerek, amik nagyon durván be vannak osztva adagra. És ugye, hogyha elfogy idő előtt, akkor nem is írják föl hamarabb, tehát nagyon-nagyon szigorúak sajnos ezekkel a gyógyszerekkel az orvosok. Mert hát nyilván ezek úgymond drogok, tehát hogy ettől ugye ezek halucinogén drogok, és sajnos nagyon sokan ugye kereskednek is ezekkel. Úgyhogy pont ezért nagyon sokszor a betegek nagyon rosszul járnak, hogyha esetleg rosszul adagolják nekik, mert vannak olyan napok, amikor egyáltalán nem jutnak hozzá ezekhez a fájdalomcsillapítókhoz. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Hát igen, ezek durva dolgok. Belegondolni is. Of course, még egy felnőtt fejjel is egyébként. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Hát talán jobb lenne, hogyha inkább másképp lenne beállva.
Mármint, hogy én nem támogatom a drogokat, csak... Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Ez tényleg kezd nagyon-nagyon érzelgős beátmenni. Emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Hol van a fotóalbumja? Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Jó, itt a fénykép album. Vigyük oda. Értem. Igen, most már kezdem érteni, hogy miért írtatok azt, hogy készítsek zsebkendőt. Ez tényleg nagyon-nagyon durva. Is that okay? Perfect. Oh my god. Look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. My dad would have banished me. Hát lapozzunk. Egyébként ezeknél a részeknél nagyon hiányzik nekem, hogy nem látjuk rendesen a fotókat. We look so badass in our pirate gear. Ez a kalóz tudsz egyébként nagyon-nagyon meghatározó volt az életében, mert szinte csak erről beszél. Still time for you. Lapozzunk. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. Mindjárt sírni fog. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. 5 évvel ezelőtt volt. Tehát most 18 évesek, akkor voltak 13 évesek, ugye? This photo. Maybe I could... És azon gondolkozik, hogy ha visszamenne a múltba... My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? Ugye nem azt akarja, hogy mi öljük meg. That being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. Nem akarom megölni. I want this time with you. Mármint, hogy jó kis segítenénk, de... My last memory. De nem. Do you understand? Yes, I do. Ugye nem kell megtenni. All you have to do is crank up the IV to 11. Nem. Én ezt nem bírom. Nem. Chloe. Ez egy olyan dolog, hogy hiába kér meg rá, ez... It wrecks me to see you in any pain, but I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William... Utána konkrétan a szülei... But they won't honor my wishes. You will, right? I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. De, I'm going to help you, but not like that. Utána konkrétan az ő életét tenni azzal tönkre. Tehát, hogy Maxnek az élete menne attól tönkre, hogy... You're just bailing on me, like everybody else. Hogy meg akarja. Tehát, hogy... You've been wanting to since you got here. Na jó, igazatok. Lehet, tényleg kellett volna zsebkendőt készíteni, de... Azt a mindenit. Ez nagyon-nagyon durva. I'm never leaving you again. Nem akarok sírni, mert nem akarok sírni, de... hát... Azért ezt nem kérheti tőlünk, hogy konkrétan öljük meg. I'm sorry, William. Úgy érzem, nem fogunk tudni annyira visszamenni az időbe.
Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hát, nem gondoltam volna, hogy... Hello? Hey, honey. Hogy ez lesz. Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Egyébként... Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar! Egyébként pont azon gondolkoztam, hogy biztos, hogy meg fog vele történni újra az a baleset, mert most végül valamilyen szinten megváltoztatok a múltat is. Miért égeti el a fotót? Nagyon rossz lehet azért ezzel a tudattal is élni, hogy most választanod kell, hogy ki éli túl. Max, you're being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. És most döntened kell így is valakinek az élete fölött. I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. Szegény nem érti. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. Nagyon-nagyon mérges lesz, mert itt meg ő meg csak annyit fog érteni ebből az egész, hogyha elmondjuk neki, hogy az apukája meghalt. És nyilván, hogyha ő csak balesetet szenvedett, akkor ő annyit fognak... I want you to be strong. Annyit fog fel az egész, hogy ő meg túlélte volna. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. De igen, így akkor biztos, hogy meghalt. Sajnos ez egy elkerülhetetlen esemény. Jaj, pedig mekkora megkönnyebbülés lenne, ha kiderülne, hogy másodjára másképp alakulnak a dolgok. Mennyivel jobb lenne? De hát nyilván ez nem egy olyan játék, ami a Happy Endre megy. Látszik, hogy ez nem egy olyan játék, ami a Happy Endre menne. Bár egyébként így is van neki autója, szóval... Nem értem, tehát, hogy... Igen, itt lett volna, hogy az autóból esett. Helyett meg ugye megismerte Rachel-t. Még szerencs, hogy a mostani autójával nem történt ilyesmi. Reméljük nem is fog. Mert ha most ezek után még ő kerekesszékbe kerül majd valami miatt, akkor nagyon-nagyon mérges leszek.